Sonnyéki hagyományőrző együttes vendégváró táncával kezdődött a Gerjeni falunap, ami idén egybeesett a szürettel. A megnyitót követően díjakat adtak át. Elsőként Domsa Dalma kiváló sportteljesítményéért kapott elismerést, Kozák Éva Fazekas a közösség hírnevének öregbítéséért, áldozatos munkájáért vette át díjat. A falu bora díjat pedig Boros Sándor érdemelte ki, aki a 2019. évi borversenyen kék frankos borával a legjobb eredményt érte el. Szalagátvágás előzte meg a felújított helyi közösségi ház átadását. Sorsfordító időszak következik Gerjen község lakóinak életében, mondta beszédében Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, aki szerint már nagy szükség volt a közösségi ház felújítására. Én azt gondolom, hogy az időjárási viszontagságoktól függetlenül is viszonylag jól meg tudtuk ünnepelni ezt a mai napot, vagy tudjuk ünnepelni. Ugye még az esti válasz hátra van, illetve hát most még van egy felvonulás része a mai napi programnak, de azt mondhatom, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyikre vagyok büszkébb, a mai falunapra, vagy arra, hogy ezt a művelődési házat ilyen szép formába át tudtuk adni a mai napon a gerjenieknek, illetve a település használatába. Én azt mondom, hogy hát óriási büszkeség, pont 5 évvel a választási időszak előtt tudtam itt állni, és akkor pont erről beszéltem, hogy jaj, de boldog lennék, hogyha ezt meg tudnánk valósítani, és most itt állunk 5 év múlva, vagy 5 évvel később, és gyakorlatilag tényleg azt mondhatom, hogy egy városi színvonalú művelődési házat tudhatunk a magunkénak, nagyon büszke vagyok rá. Azt gondolom, hogy a mai modern kor követelményeinek teljes mértékben megfelel, hiszen konferenciáktól a különböző rendezvényekig, kisebb-nagyobb rendezvényekig le tudunk itt bonyolítani, és ami nekem nagyon fontos volt, hogy a közművelődési funkciókat végre egy helyre tudtuk helyezni egy épületbe, hiszen a könyvtár is a művelődési ház vagy közösségi házunkban kapott helyet. Úgyhogy az elmúlt időszaknak, az elmúlt 5 évnek ez egy fontos feladata volt, hogy azonos funkciókat egy épületbe, egy intézménybe tudjuk elhelyezni. 130 millió forint állami támogatásból a Gerjeni Közösségi Ház külső és belső teljes felújítása, több kapcsolódó épület újjáépítése és egy belső, integrált tér kialakítása is megvalósult, amely ugyancsak lehetőséget ad számos kültéri program lebonyolítására. További a helyi közösséget érintő beruházásokról beszélt Kovács Pál, a Paks 2 beruházásért felelős államtitkár, aki szerint mindezen befektetések eredményeként nem lesz többé zsákfalu Gerjen. Azért most egy minőségi lépés, ez már az előszele annak a mai művelődési házavatás, ami egy nagyon komoly közintézmény, igen kiváló állapotban valósult meg. Ez egy nagyon szép beruházás volt. Ugye ezt fogják követni azok az infrastruktúrális beruházások, amelyek már az atomerőmű bővítéséhez kapcsolódnak. Ez mind az autópálya összeköttetés, a híthoz kapcsolódó autópálya összeköttetés, illetve az atomerőművet Gerjennel összekötő bekötő útnak a megépítése, ami természetesen a gerjenieknek egy külön lehetőséget fog biztosítani. Az eddigi zsákfaluból most bekapcsolódnak az atomerőmű életébe és a bővítésnek a munkálataiba. A programokat szüreti felvonulás követte, amint több százan vettek részt.